Sebesen szárnyal a kalandvágyó turista az Alföldről Erdély felé. Az első hegy még a Partiumban szerény dombsornak tűnik, ami mellett rendre elsuhan. Pedig csak annyit kéne tennie, hogy a Királyhágón innen délre kanyarodik, s már is egy páratlan hegyvilágba csöppenhet. Ez az alacsony gyéren lakott, de karsztjelenségekben gazdag erdő borította középhegység, a Királyerdő. Az Erdélyi Szigethegység északnyugati vonulata Bihar megye keleti részén emelkedik. A patakok szabdalta karsztfennsík fő vonzerejét, a karsztformák kárpáti viszonylatban is rendkívüli gazdagsága jelenti, míg völgyeiben apró, de nagymúltú falvakat, s bennük magyar életet is találunk. Révből indulunk, átkelünk a Sebes-Körös Révi szorosán, közben megnézzük az Icsi barlangot, majd a Vársonkolyos környéki karsztjelenségek után felemelkedünk a Dámosi karsztfennsíkra. Észak felé átkelünk az Icsi határ karsztfennsíkjára. Nyugat felé a Vida mentén leereszkedünk a Vidatóhoz, majd ellátogatunk a karsztvidék dombjai között megbújó Moha és Páfrány turistaházhoz. Túránkat a Királyerdő keleti peremén, a Nyerskői víznyelő barlangnál zárjuk. Minden, ami szép és bájos, ami fenséges és elragadó, felhalmozódott itt, mint egy zsúfolt kincses boltban, s ennek a boltnak kirakata révés vidéke. Ide kell jönnie az idegennek, a turistának, hogy a tündérkertben gyönyörködjék. Az a turista, aki idejön, feltétlenül révbe jut. Bizony, aki még a Királyhágó előtt időben letér délnek, a Sebes-Körös mentén hamar révbe ér. A Királyerdő mészkőtömbjének lábánál fekvő Árpád-kori településen ma is hallhat magyar szót. Igaz, a 18. században még túlsúlyban voltunk itt, még napjainkban a magyarok aránya alig 20%. Partium végvárában a magyar élet főleg a református templom környékére összpontosult. Kertjében a ProRév Egyesület vezetőjével, Hasas János alpolgármesterrel elegyedünk szóba. Mindenki suhan el, rohan Székelyföldre, Erdélybe, és nem tudják, hogy milyen csodák vannak itt a Királyerdő tövénél. Így van, ténylegesen így van, hiszen rengeteg látnivaló van itt Réven. Hosszú éveken keresztül a Solyonkővári uradalomhoz tartozott, mint már az 1280-as években, mint vámszedő helyet és megfigyelő helyet említik. A kopjafával kapcsolatban el szeretném mondani azt, hogy Bersek József, babérkoszorús honvéd 20.000-es, aki kőszegi születésű, ő az 1848-49-es szabadságharc leverését követően 10 évig raboskodik Aradon, majd Zicsi Ödön gróf ideveszi Révre jószágigazgatónak. Itt is fog aztán meghalni, és itt is temették el aztán Réven. Most arról egy pár szót beszéltnénk, hogy mögöttünk van egy építkezés. Igen, jól állunk ezzel a gyülekezeti központtal, és a felső szinten szálláshelyek lesznek kialakítva. Úgyhogy aki Székelyföld felé tart, akkor betérhet most már ide is. Én mindenképpen meg szeretném hívni mindazokat, akik eddig átmentek Rév mellett, hiszen én azt kell mondanom, hogy itt Réven 3-4 napot nyugodtan el lehet tölteni. Mindenkit szeretettel várunk Réven. Rév környékén gazdag agyagtelepek vannak. A jellegzetes fehér agyag állítólag Európában csak itt található meg.
Ennek is köszönhető, hogy a település egykor híres fazekas központ volt. De nem csak emlékekben él ez az ősi foglalkozás. Szolga Géci Julianna néni fáradhatatlanul élteti köszönjük tovább a mesterséget. Réven a fazekassal nagyon nagy hagyománya van. Ön mióta foglalkozik ezzel? Hát én gyerekkoromban tanultam meg. Mi 7 testvérek voltunk, és édesapám volt a legkiválóbb fazakas, neki diplomája is volt több helyről. És ahogy nőttünk, mindegyik megtanultuk. Sokan voltak a faluba itt Réven fazekasok? Sokan. Valamikor voltak legalább 300 fazakas. Ez amikor én gyermek voltam. Ez babra munka, ez egy kézi munka. És sokan a fazakasok inkább elmentek külföldre dolgozni, meg még milyen mestersége volt, inkább ahhoz húzott. És ezzel felhagyott, csak úgy munka után csináltak egy kicsit, hogy nem maradjon el, mert szeretni szeretem. Tehát visszaköszön az ember munkájába az, hogy szereti azt csinálni, vagy igen, nem. Igen, lelki munka valahogy, úgy az embert élteti. És így csinálom, így szeretem, csak ameddig a jó atya ad erőt. Hát akkor sok erőt kívánunk még a továbbiakban is. Köszönöm. És egészséget természetesen. Rév talán ma se lenne méltó helyen a turista köztudatban, ha nem él itt a vasúti felügyelő, Handl Károly, akinek a környék természeti értékeinek felfedezését köszönhetjük. Mert Rév ma már főleg a sebeskörös áttöréséről nevezetes. A révi sziklaszoros a maga groteszk szépségével szinte páratlanul áll. A természetbarát bizonyos ihletettséggel lép a sziklaszorosba, ahol szemét a szikla alakulatok, fülét pedig a körös andalító zenéje köti le. A körös főnél eredő sebeskörös itt, Rév mellett tör át az úgynevezett csolnoki mészkőtömbön. A révi szoros valamikor az egyik legfontosabb kapu volt Erdély és az Alföld között. Ezen a völgyön keltek át a honfoglaló népek, és a középkortól a kereskedők is itt bonyolították áruforgalmukat. Tutajokon szállították az erdélyi árut, főleg sót és fát belső Magyarország felé. A révi szorosban fontos vámszedőközpont működött. A tutajok a sziklafalba épült toronynál, a tündérvárnál kötöttek ki, míg az erőd mögötti barlang a vámként elkobzott áruk tárolására szolgált. A változatos élővilágú szoros, a sebeskörös és a felszín alatti vizek közös munkája révén alakult ki. Míg a körös felülről, a beszivárgó felszín alatti vizek belülről emésztették a mészkövet, ami karsztosodáshoz vezetett. Jellegzetességét barlangjai és magas sziklafalai adják, amelyek a barlangászok mellett a sziklamászókat is vonzák. Nagyváradi hegymászó barátunk, Varga Csaba is innen indult, hogy ma már a világ tetejét ostromolja. Most Székely sziklamászó társával, Mennyhárt Leventével teszik próbára magukat a szurdok gigászi falain. Ugye? Meredék. Nos, erre mentetek fel? Csabuk. Itt, ahol a köté van? Ott van. Szevasz, Lenny. Csavi, hát nem bírsz magaddal, folyton valahol elmész mászni? Ide? Gyakran jártok egyébként? Hát igen, azt lehet mondani, hogy a révi szoros az nekem hazai pálya, hiszen itt kezdtem el a sziklamászást. 50 kilométerre van Nagyváradtól, és ez a 3 kilométeres szorosban nagyon sok fal található. Nagy falak, több kötélhosszas utak, klasszikus mászóutak, sportmászóutak, minden. Mögöttünk minden van egy Via Ferrata is, igaz? Egy Via Ferrata, igen, és hát nekem ez az egyik kedvenc utam, a Sörös, az a neve. Milyen nehézségűek ezek az utak? Hát a sportmászóútban 6 plusz. Ez egy 3 kötél hosszas út, és hát nagyon-nagyon szép fogásokban menni, ugye az egész révi szoros mészkő. Az a jellegzetessége, nagyon sok repedés van benne, és hát ilyen jó kis párkányok, ahol jól meg tudod fogni, és jó fogások vannak és benne. És látjuk, hogy sok ember
jön mászni, Magyarországról is jönnek, mert közel van. Hát igazából ugye a révi mászást főleg ugye hát Nagyváradi, a nagyváradi sziklamászók kezdték el. Hát ezeknek főleg 50-es, 60-as években, és hát ezeknek az öme akkoriban magyar volt. Igazából az aranykor a sziklamászásnak az a 80-as, 90-es években volt. És a kollégáról mit tudhatunk? Hát ő egy nagyon jó barátom udvarhelyről, most a mászótársa. Most hogy tetszik, Lévi, a hely? Hát nagyon tetszik a hely. Ez az első alkalom, hogy itt járok. Nagyon szuper. Nagyon jó ezek a falak, amik itt vannak. És te egyébként merre felé mászol gyakrabban? Hát az Olmási barlangnál szoktunk mászni a legtöbbet, Dékási szoros, Egyeskő, Fenyedi szoros. Elég sok helyre járunk Romániába, úgyhogy... Van tapasztalat. Van tapasztalat, igen. 1940-ben, amikor a második bécsi döntéssel Észak-Erdély visszatért hazánkhoz, révre a szegedi magyar királyi 18. zászlóalj vonult be. Fogadásukra hatalmas ünnepséget rendeztek, és a szorosban, a Laposkő nevű sziklában kőbe is vésték a felszabadulás emlékét. A kommunizmusban igyekeztek eltüntetni a feliratot, ám nem sikerült teljesen. Néhány betű ma is kivehető, és az emlékekből úgysem törölhetők ki a hazatérés mámoros pillanatai. A felszabadulás emlékére 1940. szeptember 8. a szegedi magyar királyi 18. zászlóalj. Itt a szeptember 8, ez látszódik. Hát ezt még lehetne rekonstruálni. Ez itt a magyar királyi. Igen. A szoros régen csak gyalog vagy tutallyal volt járható. Kivételes szépségét a Nagyvárad és Kolozsvár között 1870-ben megnyílt vasútvonal tárta fel a nagy közönség előtt. A szoros közepe táján egy pazar vízesés zuhan a sebes körösbe. De nézzünk csak utána, honnan is érkezik a Styx patak vize. Sötét barlangnak szája tátunk, csörtet ki rajta tiszta, hűs patak. Tovább mohoz zöld sziklafalról omlik le, mint tajtékzó zuhatag. Bizony, a kristálytiszta patak a Zicsi barlangból folyik kifelé. A Csepkő barlangot 1903-ban Handl Károly vasúti felügyelő fedezte fel. Majd Veres István révi református lelkésszel és a bihari turizmus apostolával, Cárán Gyulával kezdték feltárni. 1905-ben már fel is avatták, és a környék birtokosáról a turista mozgalmat támogató Zicsi Ödöngróftól nevezték el. Az avató beszédet Veres István lelkipásztor mondta. A barlang újabb bizonyságot tesz a ma láthatatlan, titokzatos, s mélységében kikutathatatlan természeti erőről, amely lassan ugyan, de biztosan folyvást alkot, teremt, s gyakran nehezen megfejthető, vagy éppen megfejthetetlen talányokat állít a véges emberi elme elé. Egy ilyen talán a révi Csepkő barlang. A szobrász az ő gondolatát szoborban örökíti meg. A festő vásznán juttatja kifejezésre. Így emberi nyelven szólva az örökkön teremtő alkotó a maga legfenségesebb gondolatait a természet szépségeiben és kincseiben adja tudtunkra. A szobrász, a festő csak utánoz, de a természet mindent a maga eredetiségében, valódiságában mutat fel. A barlang bejáratához közel gróf Zicsi Ödön az Eke buzdítására emeletes turistaszállót épített. De Trianon után az új gazdák nem becsülték meg, s a dicsőmúltú épület ma is elhagyottan düledezik. A szomorú látványt magunk mögött hagyva indulunk fel a Sebes-Körös bal partján, azon a ma is járható turistaúton, amit Cárán Gyula épített ki, s melyet róla is neveztek el.
S itt van az a cárán által kirobbantott sziklapárkány is, melynek falán ma is olvashatóak a több mint 100 éves felirat. 1903, 1897 cárán. De hogyha nem kopott, miért? Szerintem korommal van. A Cserhegy oldalában több barlang is van. Az ásatások nyomán kiderült, hogy az üregekben egykor emberek is laktak. A Kecskebarlang bejáratától még meredekebbé válik az út. A közeli Devencebarlang a hagyomány szerint Rákóczi fejedelem egyik vezetőjének volt a fészke. Kemény kapaszkodó után végre felérünk a püspök kilátóba, ahonnan madártávlatból is lenézhetünk a Révi szorosra. El is köszönünk a sebeskörös szurdok völgyétől, ami Vársonkolyosig tart. Régi bányásztelepülésnél egy picit kiszélesedik a völgy, ám Sonkolyos alatt az éles kanyarulatánál a Mésed folyó torkolatvidékén újabb barlang tátunk. Ez a híres magyar barlang, az egész karsztvidék egyik legnagyobb bejáratú barlangja, amelynek a folyótól védett üregében már az őskortól meghúzódott az ember is. A Vársonkolyosi szorosban van Közép-Európa egyik leghosszabb, több mint 50 kilométeres járata is. A Szelek barlangját a lyukból kiáramló erős szél miatt már ismerték a helyi juhászok. Első ismert felfedezője 1957-ben a kolozsvári barlangász Bagaméri Béla volt. Elköszönünk a Sebeskörösttől és Dámost vesszük célba, ami azért is érdekes hely, mert a második bécsi döntés utáni magyar-román határ pont ketté vágta a települést. Északi határában van a királyerdő egyik legjellemzőbb karsztvidéke, a patakvölgyek által közrezárt Dámosi fennsík. Az ördögszántásokkal és töbrökkel tagolt plató számos karsztjelenséggel büszkélkedhet. A Dámosi víznyelő teknővölgyének tetejére emelkedünk. Innen már a keleti szomszédnak, a Kalota havasnak is van alkalmunk oda köszönni. Az ég már narancsba öltözött. Ma már nincs más dolgunk, mint a Dámosi karszt látképével körülvéve gyönyörködni a naplementében. A völgyekkel tagolt karsztplatókból álló királyerdő északkeleti peremére emelkedünk, ahol a Dámosihoz hasonló, még kiterjedtebb karsztfennsík, a Zicsi határ terül el. Miközben a töbrökkel, karsztmezőkkel tarkított platót csodáljuk, időzzünk kicsit el az elnevezésén. Sokan tévesen Tízfalusi fennsíknak nevezik, pedig nem árt tudni, hogy a Zicsi határ román neve az impérium váltáskor lett Zece Hotare, amit aztán később, elfeledve az eredeti elnevezést, magyarra visszafordítva neveztek Tízfalusi határnak. Szóval maradjunk a Zicsi határ elnevezésénél. Már csak azért is, mert itt egy eldugott dolinában bújik meg a bitumenes mészkőben nyíló pokolbarlang, amit felfedezőjéről Handel-barlangnak is neveznek. A víznyelő barlangba is a Révi Handel Károly hatolt be először 1904-ben. Már akkor sejtette, hogy a barlang összeköttetésben áll a Révi-Zicsi barlanggal. Feltevését 1912-ben vízfestéssel is igazolták. A barlang fentről egy kis patakot fogad be, ami aztán keresztül folyva járatain
majd a föld alatt kanyarogva a légvonalban 5 kilométerre nyíló Révi-Zicsi barlangban köt ki. A kettőt összekötő szűk járaton még senkinek sem sikerült átjutni. A Zicsi határra az egymástól távol fekvő házcsoportokból álló szorványtelepülések a jellemzőek. A hegység leghosszabb, de járatlan és szinte járhatatlan szurdokvölgye, a Vidaszoros mentén ereszkedünk le a platóról. Lankás település fölött, a Vida és a Toplica patakok összefolyásánál egy varázslatos kis tó, a Vida duzzasztója zölddel a tavaszi erdőben. Az 1967-ben kialakított gyűjtőtó különlegessége a Tölcséres túlfolyó. Visszakanyarodunk kelet felé a Belényesi medencére ereszkedő dombvidéken. Egyenesen Bihar Rósa fölé a Farokhegyre tartunk, amelyen a hegység ritka turistaszállásainak egyike, a ragyogó fekvésű Moha és Páfrány turistaház várja a vendégeket. Ráadásul magyar kézben van, és itt is találjuk vezetőjét, a karsztvidék kiváló ismerőjét, Jankó Imre barlangkutatót. Nem volt könnyű ide találni hozzád, de az is ritkaság számba megy, hogy a Király erdőben egy magyar kézben levő kulcsos ez, hogy turistaház. Igen, van. Hát én szerintem én vagyok az egyetlen ilyen kulcsos ház, meg az biztos, hogy az első, mert 15 évvel ezelőtt, hát itt, ahogy bejöttem a faluba, még nem, hogy magyart nem láttak, hanem turistát se. Tehát vezetek túrákat, vagy hogyha valaki akar, akkor ide jön egy ilyen 10 fős társaság, és akkor kibéreli a házat, és akkor vagy elücsörögnek itt, vagy azt mondják, hogy menjünk el kirándulni. Mondom, hogy Romániában, de lehet, hogy egész Európában a legkarsztosabb hegység ez a Királyerdő. És most is folyamatosan fedezik fel a barlangokat ezen igen, a részen. Itt ez még egy úgymond fehér folt a térképen. Én azt mondom, hogy itt egy hatalmas barlangrendszer van alattunk, ezt rajtam kívül még többen is állítják, meg keresik, vagy 50 éve ezt a Rosia rendszert. Barlangokon kívül mi fogott még meg ebben a vidékben? Hát nézzetek körül, gyönyörű a táj, az emberek fantasztikusan segítőkészek, nagyon barátságos mindenki. Látnivaló az rengeteg van itt. Túránk végén a Királyerdő délkeleti nyúlványára, a hegység legmagasabb csúcsait hordozó Kisbelényesi hegycsoportba indulunk. Az 1000 méter fölé nyúló Holdringató csúcs alatt egy kivételes természeti képződmény rejtőzik. A nyers kősziklája alatti réten van a vidék legnagyobb polje képződménye. A hegyekkel körbezárt hatalmas kiterjedésű mélyedésen, mint egy óriási kádon keresztül fut végig a patak, ami aztán a nyerskői víznyelő barlangban tűnik el. Az Akrepóliában vagyunk, ami egy polje képződmény. Ez viszonylag ritka, de annál látványosabb. Víznyelő. Hát ilyen víznyelő, igen. Ez 2 kilométer hosszú, 1 kilométer széles, tehát egy elég nagy látványosság. És ugye ennek általában egy lefolyása van, ez lemegy a Tutajos barlanghoz, ott folyik ki ennek a vize. Tehát ilyen helyeken tűnik el a víz, hogy aztán megjelenjen a hegység lábán igen, előre. Igen, a fennsíkokon eltűnik a víz, és akkor valahol a lábaknál meg ilyen karszforrás formájában jelenik meg. Ezért szép ez a szigethegység, nagyon változatos. Igen, igen. Nem igazán lehet megunni. Nem. Csak néhány apró darabkáját villantottuk fel a hegységnek. Mert itt bármerre lép az ember, mindenütt a föld alatti és a föld feletti világ különleges jelenségeibe botolhat. Ezért is buzdítjuk a kalandvágyó turistákat, rácsatlakozva Veres István gondolatára,
kanyarodjanak csak le a királyhágó előtt, és vessék be magukat a királyerdő pompás karsztvilágába. Biztos, hogy nem fogják megbánni. Ó, nem tudom én megérteni, hogy miért megyünk idegenbe, holott te haza megszentelt földjén annyi szépség, annyi természeti alkotás tárul elénk. Legyen-e hely szentély, ahol újra és újra elmerengünk a természet titkain, s csodálat ébredt fel bennünk azon tapasztalatra, hogy míg a törpe ember, aki itt sziklákat fúrt át, s barlangok mélyébe behatolt, rövid idő alatt minden örömével, minden szenvedésével eltűnik innen, addig alkotása is a barlangok, a magas sziklák, melyeket hatalmába kerített, túlélik őt. Abban a tudatban tisztelje az ember teljes odaadással a természetet, hogy míg ő véges, a természet végtelen.